No, ez egy nagyon kezdeti verzió. Alapvetően Erik S. Raymondnak a Katedrális és a Bazár című munkájában kezdtem el gondolkodni, és ez azért ennél tovább is vezet. Mégpedig azért, mert nem csak arról van szó, hogy hogyan szervezünk meg projekteket, hanem arról is van szó, hogy ezekben a projektekben az emberek hogyan lesznek motiváltak. Nyilván van egy régi verzió, sőt kettő régi verzió, és van egy a bőség korára jellemző együttműködési forma, amit egyébként már ebben a 96-tól íródó tanulmányában ESR leírt. Ugye alapvetően az a meglátásom, hogy ami az IT világban történik, az később érvényes lesz egyéb közösségekre is. Tehát ami az IT közösségekben már lassan 3 évtizede folyik, az már jellemző, illetve lesz jellemző, úgy gondolom, az egyéb közösségi együttműködésekre is. Ha visszatekintünk, akkor nagyjából 83-ra lehet tenni a nyílt típusú együttműködések létrejöttét. Nem tudom, hogy ismerős-e nektek Richard Stallmannak a neve. Ő alapította meg a hogy is hívják őket, a Free Software Foundation-t, és neki volt az alapvető gondolata, hogy alapvetően az emberi kultúra alapvető sajátossága az, hogy szabad és nyílt, és együttműködésen alapuló. Majd a 90-es évek közepén, ugye 96-7 környékén Erik S. Raymond mindezeket a tapasztalatokat már le is tudta írni. Ugye ekkor már 91-től a Linux kernel fejlesztése is elkezdődött, kezdett felpörögni. Úgyhogy nézzük, hogy milyen tanulságokat lehet ezekből levonni. Alapvetően ugye a projektek szervezésével kapcsolatban egy alapvető probléma az, hogy minél nagyobb egy projekt, annál kevésbé lehet hatékonyan bánni vele, kezelni. Tehát ugye, ahogy az idézet is mondja Bruce törvény alapján, ugye a fejlesztők számával négyzetesen emelkedik az elvégzett munka, igen, tehát a kommunikációs költség négyzetesen emelkedik, míg az elvégzett munka csak lineárisan nő, vagy még úgysem, teszem hozzá. Ha belegondoltok, azért ez nem csak az IT projektekre vonatkozik, hanem úgy gondolom, hogy bármiféle projektre ez áll alapvetően. A fene. Oké. Alapvetően ugye a helyzet megváltozott. Ugye először úgy gondolom, hogy az IT szubkultúrában következett el a bőségkora. Ugye régen, még valamikor a 60-as, 70-es évektől kezdődően ugye messze nem volt az jellemző szakemberekre sem, hogy otthon legyen számítógépük. Ugye nagy mainframe-eken dolgoztak, egy gépet nagyon sok ember használt. Nyilván, ahogy a technológia fejlődött, a számítógép ugye hazavihetővé vált, sőt, ugye már ott van minden ember zsebében is. Tehát a bőség, tehát egy soha nem jellemző bőség jött létre ebben a tekintetben. Tehát ilyen szempontból ez az IT környezet egyfajta modellje lehet annak a környezetnek, amit majd a zéró marginális költség környezetével tudunk jellemezni, amiről ugye beszélünk majd. Oké. Tehát a 90-es évek környékétől kezdve ugye eljött ez a bőségkora. Ugye fontos, hogy a hozzáférés demokratikus lett, ugye, tehát mindenki hozzáfér
mind az eszközökhöz, mind a tartalmakhoz. Nyilván ez az internet elterjedésének is a velejárója, tehát ugye decentralizáltan, szinte elpusztíthatatlanul ott van mindenkinél. Alapvetően ugye a nyílt fejlesztési modell, open source fejlesztési modell többfajta lehet. Nyilván vannak itt régi módibb fejlesztések, meg újabb módik. Nyilván ezeket a modelleket lehet úgy gondolom alkalmazni egyéb projektekre is. Én három nagy alapvető módozatot találtam, vagy találkoztam vele. Ugye itt föl is sorolja a dia, az első helyen a FreeBSD fejlesztésével találkoztok. Ez a FreeBSD egy meglehetősen konzervatív rendszer, a gyökerei az 1970-es évekig nyúlnak vissza. Ez egy teljesen szabadon fejlesztett, teljesen szabadon felhasználható rendszer. A licenszelésére jellemző, hogy bárki bármit csinálhat vele, akár be is zárhatja egyébként. Zárójelbe teszem hozzá, hogy nagyon sok kereskedelmi rendszerben található BSD kód. A másik nagyon fontos projekt ugye a Linux kernel. Itt ugye azt mondják rá, hogy tehát ez nem tervezett fejlődés, a Linux kernel növekszik. Tehát ez egyfajta szabályozatlan, mondhatni azt, hogy egyfajta naturális természetességgel történő folyamat. Nyilván van egy hát projekt vezér, ugye Linus Torvalds, aki az egészet eltalálta. Hát őt egyébként jóindulatú diktátorként írják le, szemmel láthatóan működik a rendszer. Gondoltok bele, hogy azért a Linux kernel fejlesztők száma már azért több száz, hanem nagyjából ezer felé közelít. Nyilván ezt egy kézivezérelt mikromanager hát környezetben nem lehetne megcsinálni. A kedvencem a Debian módszer, aki közösségi döntéshozásra nagyon jó metódust hoztak létre. Erről már írtam a homokozóban, ha érdekel, akkor keressétek ki. Oké. Módszerek adaptálása, tehát nyilván ezek az együttműködések úgy gondolom, mint szabad társadalmi szoftver másolhatóak. Oké. És nyilván én úgy gondolom, hogy ez a fajta együttműködés egyfajta evolúciós lépésként is értelmezhető, mivel ez a fajta együttműködés oly módon sokszorozza meg az emberi elme hatékonyságát, hogy amilyen még a történelem folyamán soha nem volt. Tehát a zárt autokratikus modellek, ahogy az elején láttátok is, ahogy az idézet mondja is, nem képesek akkora növekedést, akkora hatékonyságot elérni, mint ezek a nyílt együttműködések, mivel a kommunikáció költsége ugye négyzetesen nő, míg az előzett munka legfeljebb lineárisan. Tehát igazából pluszköltség nagyon kevés keletkezik azzal, hogy minél több ember kapcsolódik be a munkába, sőt, az egész munkát a bekapcsolódó plusz emberek csak hatékonyabbá teszik, és terhet nem jelentenek. Ugye, tehát mik ezek az előnyök még egyszer? Tehát Brooks törvénye a nyílt fejlesztésekben, a nyílt együttműködésekben nem érvényesül, tehát a hagyományos projekt vezetési feladatokra nincsen szükség. Tehát már maga az adminisztráció nagyon-nagyon háttérbe szorul. Másrészt, mivel az együttműködés nyílt, és bárki szabadon vesz részt benne, ezért nyilván a motiváltság teljesen más képet fog mutatni, mint egy,
mint egy zárt üzleti együttműködésben. Mégis, ugye, ha vannak problémák, akkor ez mihez vezet? Ahogy figyelem már lassan két évtizede a szabadszoftveres világot, mindig képes volt a közösség nyomást gyakorolni annak érdekében, hogy a fejlesztések szabadok maradjanak. És ha mégis szükség volt a projektek elágazódására, forkolására, ezt így hívják ebben a világban, mindig is képes, tehát általában a nagy az általam ismert nagy projektek esetében mindig is képes volt erre a közösség. Tehát az eddigi munka nem vész el, hanem szépen, ha valami kezd ártá válni, vagy valami nem működik jól abban a fejlesztésben, akkor nyugodtan lehet új közösséget alapítani és újrakezdeni. Ugye ilyen volt az, amit ismerhettek, ugye az OpenOffice-ból létrejött a LibreOffice, gyakorlatilag az OpenOffice-t állva hagyta, és a fejlesztők azok a LibreOffice-ba átmentek egyből. OpenVRT, LEDE projekt, ez gyakorlatilag ugye routereken alkalmazott operációs rendszer. Itt is volt egy hasonló váltás. Ez is ekkor is ugye a halódó OpenVRT-ből létrejött LEDE, az nagyon felpörgött, és azóta igazán bejönült a fejlesztés. Hasonlóan ugye az androidos telefonokra használható CyanogenMod Lineage OS váltás tekintetében is. Hatalmi viszonyok. Nyilván ez egy nagyon, nagyon fontos kérdés, ha az ember hát projekteket szervez és tervez. Itt is alapvető különbség van a zárt és a nyílt fejlesztések között. Nyilván a tulajdonjog itt teljesen másképpen értelmeződik, mint a zárt világban. Ugye a tulajdon azért, akinek a közösség ezt elismeri. Tehát nyilván a szerződőség kérdése itt közösségi elismerés, és nem valamiféle jog vagy szabadalmi rendszer kérdése. Tehát nyilván ez sokkal demokratikusabb, és sokkal inkább kontrollálható. A másik ugye nyilván, hogy mivel ez a bőség kultúrájára épül, ugye a hiánygazdálkodás kultúrája nem létezik, hiányzik, és a profit az nem közvetlenül jelenik meg. Nyilván itt ugye 96 környékén írtott ez a tanulmány, amiről most én beszélek itt. Azóta már azért nyilván a nyílt fejlesztések odáig mentek, hogy már közvetlen profitot is tud jelenteni egyébként, de nagyon fontos, hogy itt megjelent már ugye a hírnév és a közösség megbecsülése. Elosztási módok nyilván itt is óriás a különbség. Tehát nyilván egy hiánykultúrában egy parancshierarchia a méretének a növekedéssel ugye sokkal inkább lesz kevésbé hatékony az elosztás, illetőleg egyre inkább embertelen, kegyetlen, és nyilván azt határozza meg, hogy ki hogyan fér hozzá a megtermelt javafokhoz, hogy ki hogyan fér hozzá az erőszak eszközeihez. Ugye a parancshierarchiában ez az alapvető jellemző, cserekultúra, ezt majd összeszedem egy táblázatban is. Cserekultúrában ugye a társadalmi rang alapvetően a birtokolt javak hasznosságától, csereértékétől függ. Tehát ugye itt sem maga az, hogy mit teszek a közösségért, hanem hogy mit birtoklok, az határozza meg a hierarchiában elfoglalt szerepet. És akkor eddig hát jutottam volna, itt összeszedtem egy táblázatba a háromféle kultúra alapvető attribútumait. Tehát látjátok, hogy a parancshierarchia, cserekultúra, illetve ajándékozó kultúra tekintetében mi határozza meg a társadalmi helyzetet. Tehát nyilván erőszakeszközei, birtokolt javak, tehát nyilván azért, ha belegondoltok,
talán most, ha körbe tekintünk, akkor a birtokolt javak használatossága az, ami talán még leginkább elterjedt társadalmi helyzetet meghatározó valami. Viszont az ajándékozó kultúrában már nem azt határozza meg ugye a helyemet, hogy mit birtoklok, hanem mit adok a közösségnek. Tehát ha nagyon hasznos dolgokat adok a közösségnek, akkor az én társadalmi rangom, megbecsültségem is sokkal nagyobb lesz. A másik dolog, hogy ugye a következő sor az nagyjából arra vonatkozna, hogy a projektek növekedésével ugye hogyan van arányban azoknak hatékonysága, ez már, erről már az elején volt szó. Tehát ugye a parancshierarchia és a cserekultúra hátránya az most már egyértelmű ugye az ajándékozó kultúrával szemben. Tehát ha hatékony és nagy széles hatókörű sok ember részvételével történő projekteket akarunk létrehozni, azt hatékonyan csak és kizárólag az ajándékozó kultúrán alapulva tudjuk megtenni.